75 évvel ezelőtt, 1946. januárjában kezdődött el a magyarországi németek kitelepítése. Voltak, akiket Nyugat-Németországba száműztek, másokat Szovjetunióba hurcoltak el tehervagonokban, összesen 220 ezer honfitársunk. Tisztelt harmadik kerületiek, kedves barátaim! Csendes visszatekintésre hívok ma mindenkit, hogyha nem is lehetünk együtt, hogy közösen hajtsunk fejet a kitelepített, ártatlan német ajkú honfitársaink emléke előtt, legalább együtt idézzük fel a 75 esztendővel ezelőtt történteket. A napot, amikor elkezdték Békásmegyer, német nevén Krottendorf sráb közösségének tagjait marhavagonokba terelni, hogy a számukra ismeretlenbe hurcolják őket. Isten veled, édes hazánk, festették az egyik vagon oldalára, amelyért fénykép is megörökített az utókor számára. Csupán négy szó, mégis képes minden egyes áldozat tragédiáját magába sűríteni. Azt, hogy őket nem csupán a házaikból, hanem a hazájukból üldözték el, azon az 1946. évi februári napon. Nehéz terhet hátrahagyva a kortársaknak és a következő nemzedékeknek egyaránt. Nem feledkeztetünk meg róla, honfitársainkat veszítettük el ekkor. Kimondani is nagyon fájdalmas. Békásmegyer teljes lakosságának 92%-át, 575 családot, azaz 2281 főt egyszerűen marhavagonokba parancsoltak, és csupán egyetlen batyonyi személyes holmit vihettek magukkal. Hátrahagyni kényszerültek ingatlanjaikat, jószágaikat, egész addig életüket. De a Békásmegyer elüldözött sváboktól az emlékeiket, a gyökereiket nem tudták elvenni. Ők és leszármazottaik ma is emlékeznek az egykor volt hazára. Mi pedig évről évre közösen emlékezünk meg az ártatlan civil német ajkú honfitársaink tragédiáról, és mondjuk el történetüket a gyermekeinknek, hogy ilyen és ehhez hasonló embertelenség soha ne történhessen. Soha ne történhessen. Soha ne történhessen. Soha ne történhessen. Die Mutter ist das größte Glück auf Erden, was jeden Mensch sein Herz besitzen kann. Sie kränkt sich ab und denkt, sie wird's noch werden. Sie sorgt für uns von morgen bis zur Nacht. Ist man dann krank, so kann man auf sich bauen. Az 1946-os sváb kitelepítés Békásmegyert sem kímélte. Az őslakosság jelentős részét vagonokba kényszerítették. Mindössze egy szegényes batyut vihettek magukkal. Földön futóvá lettek, hiszen házaiktól, földjeiktől, jószágaiktól, otthonoktól, hazájuktól, egy szóval mindenüktől megfosztották őket. Németország felé két hullámban indították a transportokat, 1946. február 28-án és március 5-én. Hogy ki ment el és ki maradt itthon? Ez sokszor csak a véletlenen múlott, mesélte nagymamám. Ha a sors úgy hozta volna, lehet, hogy én már Németországban látom meg a napvilágot. A kitelepítésre ítéltek 8 nap marhavagonokban elszenvedett kínokkal teli utazás után érkeztek meg Németországba, az új hazájukba. Nyomor, fájdalom, sírás és diszkrimináció töltötte meg szívüket. De remélték, hogy győzhet az igazság, és egy napon visszatérnek igazi hazájukba. Az előzötteknek valós bűnük nem volt, mindössze annyi, hogy német anyanyelvűnek vallották magukat. Kimondhatatlanul és elképzelhetetlenül igazságtalan volt olyan embereket elűzni hazájukból, akik szinte kivétel nélkül egyszerű, dolgozó parasztemberekként éltek. Ma már tudom, hogy a német nemzetiségű emberek, a svábok szorongásai jó részt annak a bizonytalanságnak, félelemnek köszönhetők, melyben évekig éltek. Amíg gyerekek voltunk, sohasem beszéltek nekünk erről. A kitelepítés hosszú ideig tabu témának számított a családban. Csak jóval később, már felnőtt fejjel láttuk át szüleink mozaikszerű emlékeit ismerve, hogy hogyan is vészelték át a háborút, a kitelepítést, hogyan maradtak végül is itthon. Most 2021-ben Szőlősi Imre bácsi és felesége Borika néni, valamint Bódin és Mutzterci néni és Millinger Alfred mesélnek, mondhatni családi körben, azokról a nehéz időkről, hiszen ők mindnyájan gyerekként élték át ezt a minden ízében kegyetlen időszakot. És hírjon elég korán elért hozzánk, mert kb. Évvel ezelőtt. Tehát 46.
február 28-ában az első része a kitelepítésnek, és egy évre korábban már mondták a faluban, hogy hát lesz kitelepítés. Először nem hittük el, vagyis hát a szüleink nem hitték el, hát én akkor 9 éves se voltam még akkor. De hát azért mi is komolyan vettük a dolgot, és alig vártuk már, hogy legyen kitelepítés. Nem mondtam komolyan, papa, mert ez nem igaz. Átveszem a szót, az iskolában voltam kiírva. Azt hiszem, hogy az iskolában volt ugye kitéve a D-sor, és ha jól tudom, akkor a falunak a 93%-a ott volt. És Imréjék is ott voltak a végsoron, tehát nem volt. Nagyon kevés volt az, akinek nem volt kint a neve. Annyit mondott, ami Annus Mélék, amit ismertetek mindnyájan, hogy a legszörnyűbb az volt a kutyavadítás. Meg az állatok, akik itt maradtak, ugye éjszaka. És ugye Csillaghegyen hallani lehetett, ugye, hogy borzasztó volt ez az egész, és annyit tudok még, hogy akik utána hazajöttek, mikor már lehetett látogatni. Imrének volt egy bolysuma, sajnos csak volt, unokabátyja, aki ugye mi sem volt, amikor lehetett már jönni, hogy sokan jöttek, akkor még fiatalok voltak, akik elepített németek, ma már nem jön semmi hozzá se, mert elhaltak. És akkor, amikor a himnusz megszólalt, akkor a Marci kimentett el fromba. Ott álltunk mindjárt, és annyira sírt. Erre megyünk. Az a helyzet, hogy mi négyen voltunk testvérek, igen. És a ház az szobakonyha, erről mi laktunk, hátul a nagyba. Na de egy szobakonyhába mi négyen gyerekek, meg a papa, hát nehezen tudtuk volna el. Kevés volt a helyen, és a nagymama fia volt. Ezért a nagymamával aludtam, hátul a hátsó szobában. Bennünket nem telepítettek ki, mert volt apámnak egy összetetése, ment még kitelepítés előtt, ment arra volt egy földünk. Igen, a téglagyár. Nem tudom, emlékeztek arra, hogy volt a Békási téglagyár, sínek, és utána Árpád földünk. Igen. És utána kukoricás. Nem. De. Nem Árpád földön. Ja, bocsánat, Attila földön van, igen. Attila földön. És apám arra ment, mert Budakarászó volt földünk, és leszólították, hogy háló. Nagy bátorság kellett hozzá, apám megállt, tessék. Azt mondja, hát biztos látja, hogy zsidók vagyunk, de innen el szeretnénk menni. Az a kérésünk, vigyen el minket a Damjanics. Akkor úgy hittem, Damjanics utca. Damjanics utca, Csillaghegyen. Na most apám elvitte őket. Na de nem így volt, hanem akkor az azt hiszem este ment értük, nem? Nem, hazamentem. Lovaskocsiért. Nem, biciklivel. Lovaskocsiért, azzal ment ki, és akkor hát megfelelően elbújtatta őket. Na hát ez elég. Ilyen, ez satányi. Nem dolog volt, mert ha elkapták volna, akkor ugyanúgy. Igen. Na, most akkor ennek vége, akkor jött a kitelepítés, és apám megkereste ezeket, és... A Damjanics utcai hölgyet, és akkor így maradt. Na, hát ők nem így maradtak, csak itt volt a rokon. És az meg elintézte, hogy maradjanak. Hát most így húzták meg a további transportálást, hogy mit tudom én. Kitelepítés, igen. És ott adtok meg. Kicserült, hogy mondani maradjunk. Ja, szóval már. Tehát így megúsztuk, mert ez a nő elintézte, hogy itt maradhassunk. Nem volt túl barátságos, de mégiscsak elintézte. De a nagyszülőket nem intézte. Azt mondta, hogy hát ez két család lenne, és ez nem. Úgyhogy a nagymama meg a nagypapa kitelepültek, Dallalba, az Moszkvák mellett van, Németországban egy pár kilométer, én is voltam meglátogatni őket.
Senki nem figyelt ő rá, és ő meg tudta, hogy hol van a csomagunk a nagyszülőknek, és oda elment és elbújt. És mikor már minden, már indult volna a vonat, és keresték az Imrét, és akkor szedték ki onnan, és ő nagyon nehezen. Hát tudtam, hogy hol van a nagyszülőnk, mert hát reggel előtt mentem le a pályára, igen. be a babóba, és de a részben de ezt nem mellett. Tudták, hogy te hova bújtál el, nem, csak gondolták, hogy valahol esetleg. Indul a hazafelé, nem indul a hazafelé, utána kívül, éjfél körül. Igen. Igen. Igen, amikor mondták, hogy a gyerekek haza, ugye mindenki felakasztotta a kabátját, és én egy csomó téli kabát közé bebújtam, és hát megtaláltam. A hazafelében. December közepén a parlamentben volt egy szavazás a sváb kitelepítésről, Németország kitelepítéséről. Ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy 41-ben volt egy bevallás, aki németnek vallotta magát, a anyanyelvből kifolyólag, annak kellett később menni. Na most 45 karácsony előtt a parlamentben volt szavazás, következőképpen zajlott le, 13 vagy 14 képviselő volt, csak nem az egész parlament, és feltették a kérdést. Volt egy Riz nevezető igazságügyi miniszter, az nem szavazta meg. Volt egy mezőgazdasági miniszter, vagy környezetvédelmi, annak a nevét nem tudom, az tartózkodott. A többiek megszavazták. Az Antal József miniszterelnöknek az édesapja is köztük volt, és akkor az azt mondta, hogy annyi német ajkut telepítsünk ki a Kárpát-medencébe, még egyszer a Kárpát-medencébe ilyen szerencsénk nem lesz. Hát én úgy emlékszem, hogy 46-ban kaptuk a felszólító levelet, hogy csomagoljon, mert rajta voltunk a kitelepítési listán, de miután az édesapám a Kossuth híd építésébe vett részt előzőleg, ezért a Gerlő elnöktől kaptuk egy felmentő levelet. De mielőtt ezt a levelet megkaptuk, elkezdtünk már csomagolni, mert készültük el. És a legnagyobb gondunk az volt, hogy az ekarálémot hova tegyük. Azt mindenáron vinni akartuk, tehát ez lényeges. Én olyan nagyon bő részleteket nem tudnék erről mondani, mert miután lezajlott ez az esemény, hogy felmentést kaptuk a kitelepítés alól, nem tudom, hogy sajnos vagy szerencsére. Hogy vágyam biztos, hogy mindig lehet volna, mert most is akárhova megyek, mint ahogy hogy vágyam van már. Szóval ezután, mikor a kitelepítés lezajlott, ugye lehetünk az állomásra elbúcsúztatni a kitelepülőket, nagy volt a sírás, hívás. És aztán itt minden lakást bezártak. Tehát olyan abszolút tilos volt bárhova bemenni, de voltak lehetőségek, hogy be lehetett menni, vagy mit tudom én, de úgy vigyáztunk mindenkinek a itt van a dolgaira, hogy úgy is visszajönnek, és akkor majd te visszavártuk, de ez nem jött létre sajnos. Elbújt a dolgokat, a padlás mennyezet és a padlás között szerszámokat, volt egy könyves nagybátyám, az eldugta, ranyákék voltak a házában, az eldugta a betonba ilyen henger volt, hogy ilyen kukak legyenek benne, azt eldugta, és hát mindenki, hogy pontosan, az anyósomnak az öccse 17 éves volt, az visszajött,
visszaszökött. Most nem tudom, hogy egy hétre rá, vagy egy fél évre, de visszaszökött. És ezt elkapták, a Kuszmallai, a rendőr, az úgy fejbe rúgta ezt a szegény gyereket akkor, hogy a most halt meg novemberben, vagyis januárban most halt meg Németországban, 89 éves. De ez a semmi nem fordult össze rendesen, az mindig látszott meg. Igen, a Hendriknek. Hát ilyenek voltak, rohadt svábok voltunk meg. Jöttek az új emberek, a telepesek. Ja, de visszatérve, hogy visszajövünk. Akkor jött az 56, hát például Eisingenben lakott a Bözinger, az rokon volt a Zsuzsáiknak. Igen. Igen. És állítólag mondják, hogy az pakolna, hogy visszajön Bözinger. Az egy gazdag ember. Pakolna, hogy visszajön. De abból lesett, abból se lett semmi, és épp egyik nap a sógorom meséli, hogy beszélt az anyósom öcséről, aki már egyszer visszajött, és újra kizakadták akkor. Az azt mondta, 56-ban mi újra fakoltam, azt mondja a haverokkal, hogy visszajövök. De azt hiszem nem lehetett már. Úgyhogy hát ilyen volt, hogy vissza akartak jönni. 59-ben emlékszem, akkor jött az első kitelepített sváb haza Németországba. Azt úgy hívták, hogy Zulmin Ádám. Hát lovaskocsikkal vitték le őket, gyorsan, mert minden. Egy nap alatt az egyik csoportot levitték, rá egy hétre a másik csoportot, és mentek a vagonok. 8 napig, az egyik csoport, azt tudom, az első csoport, 8 napig volt úton. 8 napig. Itt az állomás? Igen, az állomáson ott álltunk, néztük egymást, öltöztünk, sírtunk, búcsúztunk, igen, semmi, tehát különösen semmi nem történt, nem. Most nem tudom pontosan, hogy amerikaiak vagy angolok is kísérték ezeket a vagonokat. És egy békás és vártól el akartak venni ezek a itt maradt elvtársak egy fordó bor, mit tudom én, 30 liter vagy 50, nem tudom. El akarták venni tőle, és ezek közben alatt hoztak, ez a katonaság, most tényleg nem tudom, hogy angol vagy amerikai. És ezek elvették, és vihette magával a sváb ember. Az biztos, hogy mondjuk az gondot okozott utólag, amit hallottuk, hogy fáztak a vonatokon, célba érdek, ugye? És én úgy tudom, hogy kolóniába rakták őket, tehát addig, és akkor onnan nyíltak a lehetőségek, hogy hol helyezkedjenek el. Ez azért egy hosszadalmasan. Hát itt a fal. Gyorsan, de szóval így, ez elég nehéz időszak volt. Én tudom, hogy az anyukámnak a húga az írt leveleket annak idején, és azt mondta, hogy azért sokat gondolok rátok, mert ti biztos eszitek a sült kacsát, meg a nem tudom micsodát, de majd voltak ilyen étkezési problémák. Azt mondja, képzeld el, hogy itt olyan jó dolgok vannak, mert nekünk már úgy kell, úgy lehet leves főzni, hogy csak forraljuk vizet, és beleszóljuk a port. Tehát ez a vasakos levesre. Ők már akkor ismerték, és hát nem kell sokat vacsorolni ilyen pillanatokra. És a hazajövetellel kapcsolatban még az előbb beszéltünk, az anyukának az öccse hadifogoly volt. És 53-ban akkor szabadult, váratlanul megjelenni a feleségét, már kitelepítették. Nem is megírtuk, hogy hazajött a férje, és hazaszökött a rézidényét. Hazaszökött, elkapták útközben, visszaküldték, és még egyszer megkísérelte, és sikerült. És kivitte a férjét. Tehát ez nem tudom már, hogy hogy intézte, de minden esetre könnyű szemre. Arra például, ahogy a Terike mondja, volt lehetőség, hogy akik elvitték, az anyát a gyerekeivel és a férj
hadifogságban volt Oroszországban, és visszajött bizonyos időpontokba. Utána mehet. Tehát egy jó fél évig itt voltak, tudom, a Batna Lenc és a nagynénénél abban, egy jó fél évig, vagy talán még több is, és utána megkapta az engedélyt, mehetett utána ki a családja. Tehát ezeket kiengedték. A Bernévi apja is így volt, azt is kiengedték. Üres volt az egész falu, ugye az ember kilépve, és szokatlan, hogy nem találkozott, mert a faluban az volt a szokás, hogy mindig összetalálkozott valaki valakivel, köszön, nem úgy, mint a lakótelepi lakiházakban, ahol egy emelettel arrébb már nem találkozunk. Itt léptem nyomon, és akkor ugye egy pár barátságos szó mindig elhangzott, állatok ott voltak. De lényegében nem tudom, hogy az állatok. A kutyák azok voltak inkább a figyelemre méltók, mert a kutya az egy hűséges állat, nem volt gazdája. Szkóborolt az utcán, és kereste a gazdát. Aztán nekik befogadták. Én feltételezem, hogy akik itt maradtak, sávok a faluban, azok az ő barátjaik, szomszédjaik, állataik megetették. Biztos, ez nem tudjuk, hogy azt tudjuk, hogy rövid időn belül jött el a telepes. Igen. Mezőkövető jött a legnagyobb része, itt lakott a Veres Péter, Fő utcában nagyanyám szomszédja volt, az egy íróhor, Palaszpártnak volt a tagja, honvédelmi miniszter is volt, Mikádóban, civil ruhában tartott katonai díszszándék, kalapban. Hát ez akkor így ment, és például ez nem ivott a vízből, mert kutak volt. A kút vízből nem ivott, mert félt, hogy megmérgezték. Ennek minden nap hozták a sofőrje a vizet, amiből ivott, meg gondolom mosakodtak, nem tudom. És hát kutyavilág volt ez utána, mert például a nagyanyámnak volt egy földje, az ott lent volt, ahol az új templom van most. Igen. És azt az én szüleim bevetették árpával, vagy búzával, nem tudom pontosan, és azt a apám szüleim, lemegy, megnézi, hogy lehet-e már kaszálni, hogy beérette, vagy mint. Lement, és már le volt kaszálva, összerakva, minden idő. És akkor szólt a Kurz Márton bácsinak, az lovaskocsinkról, az jött, és kezdték fölragni. Na most megjöttek ezek, akik lekaszálták. Hogy te rohacsvák, hogy hova viszed ez a miénk meg én? Hát nagy vita volt, de apámék fölragták, és elbaszták. És később megkérdeztem apámat, nem utána, halála előtt egy pár éve. Mondom, akkor is hogy rendeződött az le akkor? Azt mondja, jöttek és azt mondták, adjak egy pár liter volt nekik, és ez a le volt rendező. De ha az apám nem megy, ők elhozták. Tehát ilyen világ volt, hogy nem nagyon akceptáltak minket akkor, mikor ők itt jöttek. Hát a mi házunk, ez 40-ben épül, kétszintes, és az édesapám bevette volt iskolaigazgatóját 40-ben lakni oda. És az 11 év múlva elment, és leadta a kik, vagy mi volt akkor a kulcsot. A mi ház kulcsot. Kik. És nem rendelkezhetünk a házzal, az egész házzal, csak ahol mi laktunk. És jött egy államügyész Kaposvárról, megnézi a lakást, azt mondta neki, ez megfelel. Jött a feleségével, az egy tanárnő volt, egy 5 éves kislányok volt, dr. Szilágyi Józsefnek hívták. Ez ott lakott nálunk, és azt mondta, hogy amíg itt kommunizmus van, ez a ház az ügyészség. Hát most mit szóljuk? Semmi. De rá 57-ben elment, és visszakaptuk a kulcsot. Jött egy rendelet, hogy újra a ház tulajdonos rendelkezik. Hát ilyen hatóságok voltak. Ismerek egy olyan dalt, hogy szeressük egymás gyerekeket.
Igen. És maradjunk itt a hazánkba ezzel. Hát igen, nagyon szép Magyarország. Ez ennél szemben nem tudok mondani, mert itt szeretném. Hát, köszönjük szépen. Nimm die Stunden, wir sie kommen, niemand bringt sie dir zurück. Träume nicht von besseren Tagen, kurz ist das Glück. Tausend Blumen blühen am Wege, geh nicht stolz daran vorbei. Such nicht Rosen ohne Dornen, kurz ist der Mai. A soha nem feledendő, szörnyű emlékek felidézése, az egyének történeteinek üzenete az lehet, vagy inkább annak kellene lennie a jövő nemzedékei számára, hogy senkit se lehessen csupán származása alapján megítélni, büntetni, megfosztani az otthonától, a hazájától. Békás megyéről 575 családot, 2281 embert vittek el a vagonok. Stuttgartban 1950. augusztus 5-én nem sokkal a kitelepítések után a Németországba kitelepített és a kitelepítés túlélt emberek képviselői aláírták a hazájukból elűzött németek chartáját. Az ünnepélyes nyilatkozat lényege, hogy az elüldözöttek megoldásnak nem a bosszút és a megtorlást, hanem a közös emlékezést és az egyesített Európa megteremtését tartják, melyben a népek félelem és kényszer nélkül élhetnek. Így 75 évvel a svábok kitelepítése után mindannyiunk szeretné hinni, hogy ezt sikerült elérni. Auch wenn zum Glück oft ein Stück dir noch fehlt, nimm die Stunden, wir sie kommen, freue dich an jeden Tag, denn du weißt nicht, was der Morgen bringen mag. Ezernyi lakos terhekkel, a félelem napjai előtt meggyilkolt tervekkel, egy szörnyű holnap küszöbén, utolsó órák, percei hajnalodnak. Az elindulás szolgái batyukkal a hátukon szorongnak. És a száműzött sineken fekete vagonok állnak, várva a bizonytalanság útjára.